Most azzal a reménységgel állunk itt, hogy a Ménfőcsarnoki Szent László szobor is élő, eleven példává váljon az eljövendő nemzedék számára. A csípős hideg idő ellenére rengetegen gyűltek össze vasárnap Ménfőcsarnok egyik központi helyén. Ide került a városrész legújabb köztéri alkotása, a fából készült több mint 2 méter magas Szent László szobor. A szobor állítás ötlete a polgárőrség egykori vezetőjétől, Gangul Andrástól származik. Az ő álma vált valóra azzal, hogy felavatták a lovak királyt ábrázoló alkotást. Egy hosszú távú program ennek a szobornak a megvalósítása. Hát azt tudtuk előre, hogy nem egyik napról a másikra lehet egy ilyen alkotást elkészíteni. Hát először meg lett álmodva a konkrét program, akkor kellett szerezni egy olyan tölgyfarönköt, ami alkalmas a szobor kialakításához. Ennek kellett várni, pihentetni 5 évet, és az idejében tudtuk megkezdetni azzal a személlyel, azzal az alkotóval, akit még a Gang András nézett ki. És a mű elkészült, és hát nagyon örülünk annak, hogy ide került Ménfőcsanakra, Győr Ménfőcsanakra, gyakorlatilag oda került, ahol megálmodták. Szent László személye a mai magyar emberek számára is jelkép és példakép egyben. Erről beszélt köszöntőjében a megyei kormány megbízott. Széles Sándor úgy fogalmazott, a lovak király példa lehet a mindenkori magyaroknak, jóságból és emberségből egyaránt. Győr-Moson-Sopron megyében a polgárőrök kiemelkedő munkát végeznek, és ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy a lakosság biztonságát, a biztonságérzetét fokozzák a jelenlétükkel, hanem társadalmi tevékenységet is végeznek. Itt ki kell emelni már 2013-ban az árvízi védekezés kapcsán végzett munkájukat, a hóhelyzetben nyújtott segítségüket, és minden olyan nagy sporteseménynek a biztosítását, ahol jelen vannak folyamatosan. Most külön öröm számomra, hogy egy olyan szobrot avathatunk, amit a polgárőrök kezdeményeztek, illetve az állítását ők támogatták, és egy olyan férfi eszményt állítottak maguk elé, aki nem csak régen volt követendő, hanem most is Magyarország minden férfi és hazafias érzelmű ember számára követendő példát ad. A csanakiak is nagyon büszkék legújabb szobrukra, ami a Csanaki úton a Szentkereszt plébánia előtti téren kapott helyet. Az Atyaisten, aki a szenteket fia képéhez teszi hasonlóvá, s a Szentlélek erejével állandóan megszenteli az egyházat, alázattal kérjük, Szent László közbenjárására üdvözíts minket, Urunk! Szent László király hatalmas faszobra mostantól a városrész egyik jelképe. A polgárőrök védőszentjének alakja nem csak a polgárőrség, de minden csanaki ember számára örök jelkép lehet. Hallgassuk meg közösen a szózatot.